Az edzőt dobálva ünnepelték a Kisvárda foci csapatának játékosai tavaly, hogy feljutottak az élvonalba. Idén kevesebb okuk lehet az örömre, mert a klub jelenleg kieső helyen áll. A csapat télen vett meg két, a hivatalos adatok szerint összesen 1 millió eurót, vagyis több mint 300 millió forintot érő játékost. Közülük a drágába 27-szeres román válogatott George Grozav. Hogy mekkora fizetésért tette át székhelyet Magyarországra, nem tudni. Megkérdeztük a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy szerintük a nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan nem kellene ezeknek is nyilvánosnak lenniük. Nem, úgy gondoljuk, hogy ez így rendben van, a szerződésben foglaltott, kizárólag a játékosra és a klubra tartoznak, tehát amennyiben nyilvánosságra tartoznak, akkor ők jogosultak arra, hogy ezt megosszák a nyilvánossággal. Az RTL Híradónak vasárnap az MTK elnöke, a fideszes Dajcs Tamás azt mondta, ő sem tudja, hogy a klub játékosai mennyit keresnek. Hogy az MTK labdarúgó csapatánál, az MTK Budapest labdarúgó ZRT-nél játékosoknak mennyi a fizetése, ezzel kapcsolatban nekem nincsen információm. Az UEFA friss jelentése alapján egy focista havi fizetése átlagosan 1 millió forint körül lehet az élvonalban, vagyis az NB1-ben. Egy román sportoldal szerint a tavalyi bajnok Vidi FC-nél ennél is magasabb bérek lehetnek. Egy klub alkalmazottra hivatkozva azt írják, a focisták átlagosan 6,5-8 millió forint körül vihetnek haza havonta. A DK szerint ez indokolatlanul sok. Látjuk, hogy üresen konganak a lelátok, egyértelműen nincs mögötte az a teljesítmény, ami a fejlett nyugati országokban megvan. Ezt a luxus fizetést nem nekik kellene osztani. A teljesítményt hiányolta a német Hertha Berlin magyar kapus edzője is. Petri Zsolt egy interjúban azt kérdezte, hogy ha a körülmények Európa szintűek, miért nem termelünk minőséget? Hasonlóan vélekedett a csapat edzője is. Dárdai Pál, a magyar válogatott korábbi edzője szerint a befektetett pénzt ugyan már látni, de a jó játékosokat nem. Az UEFA szerint 2008 óta 450%-kal nőtt az NB1-es klubok bevétele. Ennek többsége a cégek társasági adófelajánlásából származik, amiről bíróság mondta ki, hogy közpénz. 2011 óta mintegy 35 milliárd forintot kapott az 5 legjobban támogatott fociklub. Közülük csak az első és másodosztály között ingázó felcsúti csapat csaknem 23 milliárd forintot.